Végeztünk az FP2-vel is. Nagyjából ilyen legbelül ilyen egy másodperces javulást vártam, rontottunk más felet. Alapjában véve ugye gumit váltottunk, és hogy ismét egy másfajta használt szettet tettünk fel, amitől vártuk a javulást, és hát sajnos teljesen megváltoztatta az autó balanszát, és ez nagyon összezavart engem is, meg kicsit a mérnökünket is. Úgyhogy most nagyon gondolkozunk, és ilyen pillanatban a Gyuszi, a mérnök úr ezerrel újja a laptopot és keresi a megoldásokat arra, amit éreztünk. Picit olyan helyzetben vagyunk, hogy volt egy érzés FP1-en, ami tök jó volt, és tudtunk közeledni a mezőnyhöz, nem voltunk nagyon lemaradva. Meg volt egy FP2, amikor teljesen átestünk a ló másik oldalára, és a kettő között nem eszközöltünk túl nagy különbséget beállításban. Tehát a gumi között volt a különbség, úgyhogy most azt kell eldöntsük, hogy egyébként melyik állt közelebb a valósághoz, és mit állítsunk be időmérőre, ugyanis most fogunk először úgy gumival menni a hétvégén. És hát, hogy 3 másodpercet kéne gyorsulni az FP2-höz képest, úgyhogy most csak is azzal foglalkozunk, hogy valahogy megtaláljunk olyan kézzelfogható pontokat, amire tudunk változtatni az autón, és amivel fel tudunk készülni az időmérőre. Óriási lutri lesz, és szerintem eszközülünk majd bevállalósabb dolgokat is. Úgyhogy szerintem vagy nagyon jó lesz, vagy semmilyen. Én erre számítok. De mindenképp oda tesszük magunkat, ez biztos. Nagyon örülök, hiszen visszafelé jöttünk a beállításba, ugye mert sok lett az előbb, és most hála Istennek sokkal jobb lett. Tehát kezelhető volt, én is a fékerővel még játszottam. Úgy gondolom, hogy még egy kicsit én még elbíbelődök a fékerővel. Ezen a pályán muszáj lesz, lehet, hogy körközbe is kell beleállítani majd balanszba. Én úgy érzem, hogy nagyon jó irányba mentünk el, még egy kicsit elmegyünk szerintem abba az irányba, vagy egy nagyon picit vissza, ezt majd eldöntjük a mérnökömmel az adatelemzés után. Én nekem most nagyon jó érzésem volt az autóba, és úgy érzem, hogy jó lesz az időmérő.